Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves polgáriak! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai tájékoztatónkon. Köszöntöm a sajtó képviselőit is. Március 27-e 2020 a vészhelyzeti intézkedési kihirdetésének 16. napján vagyunk. Engedjék meg, hogy átfogó tájékoztatást adjak a polgári védekezés jelenlegi helyzetéről, ám az élet írja ugye a forgatókönyveket. Engedjék meg, hogy rögtön a mai reggeli legfrissebb hírrel kezdjem, miszerint a kormány operatív törzs együttműködésében megjelent a legújabb 71/2020-as kormányrendelet, amelyben holnapi naptól kiárási korlátozást vezetnek be Magyarország teljes területén. Nem összetévesztendő ez a jogi fogalom a kiárási tilalommal, főleg nem a teljes kiárási tilalommal. Javaslom mindenkinek, hogy a magyarközlöny.hu webcímen elérhető kormányrendelet igen rövid, másfél oldalas tartalmát, ráadásul a negyedik paragrafus pontjai jól összefoglalják azokat az intézkedéseket és utasításokat, amelyeket most be kell tartanunk. Azt gondolom, hogy a védekezés jelenlegi helyzetében az intézkedés arányos és indokolt, és különös tekintettel örömmel olvastam azt, hogy a 65 év felettiek vonatkozásában kér nagyobb önmegtartóztatást és a közösségtől távol maradást ez a kormányrendelet, hiszen ők majd csak 9 és 12 óra között intézhetik a dolgaikat, élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy a gyógyszertárban. Azt is fontos megemlíteni, még nagyon friss ez a rendelet, tehát megkértem jegyzőasszonyt, hogy egy kivonatot készítsen, amit közé is fogunk tenni polgári város kommunikációs oldalain, hogy melyek azok az intézkedések, utasítások, amelyek egy picit jobban érintik, vagy mélyebben érintik a helyi kereskedelmi láncokat. Hogy csak az előző példához kapcsolódóan mondjak egy mondatot, nem csak a 65 év felettieknek kell a korlátozást magukra kötelező érvényűnek tartani, hanem az élelmiszerbolt, drogéria tulajdonosoknak is be kell tartatni ezt a rendeletet. Tehát mindkét oldalról arra törekszik a jogalkotó, hogy a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozókat megóvjuk ettől a szörnyű vírustól. Polgárdi 16. napja végezzük a védekezési tevékenységet. Első intézkedéseink közé az tartozott, hogy látszott a felfutás időszakában, hogy itt komoly és sűrű közlendők kerülnek majd bevezetésre. Ezért azt kértem munkatársaimtól, hogy a városi kommunikációban tegyék átláthatóvá és egyértelművé azt, hogy melyik rendelet, utasítás, mikor jelenik meg. Nagy most a felelőssége az ország összes városvezetőjén, hiszen a veszélyhelyzet időszakában a polgármesterek gyakorlatilag egy szemében hoznak döntéseket, de nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy úgy, ahogy Polgárdin is, máshol is a szakértők, körülöttük lévő szakemberek kollektívában beszélik át a szükséges teendőket, és az operatív törzs iránymutatása szerinti legjobb döntéseket próbálják meghozni településeik érdekében. Mi is így cselekszünk, napi kapcsolatban, itt a munkahelyen kapcsolatban vagyunk a polgármester úrral, kabinetvezetőmmel és minden olyan pénzügyi, jogi szakemberrel, akik az intézkedések meghozását segítik, és irányítják velem egyetemben. Köszönöm szépen még így az elején az intézmény vezetők közreműködését is. Kezdjük akkor meg a helyi vonatkozású dolgok megtárgyalását. Először is kerüljön szóba akkor az óvoda intézménye. Az intézményt március 17-én bezártuk. Az intézmény kis csoportos felügyeletet azonban biztosít, és biztosított az elmúlt
gyakorlatilag két hétben, amelyet az óvodavezető tájékoztatás alapján mindösszesen 3 ember vett igénybe. Ez a szám, ha jól tudom, a mai napon 4-re növekedett, de még ugye a mai jelentés már csak délben fog beérkezni. Minden esetre üdvös számomra, hogy a szülők megértették, és ezúton is köszönöm nekik, hogy komolyan veszik ezt az intézkedést, miszerint az intézmény alapjában véve zárva tart, és csak azoknak, akik a legszükségesebb munkába járásuk igazol, csak azoknak tudjuk biztosítani az óvodai ellátást, nem kis kockázatot hordozva maga mellett. Engedjék meg, hogy erről egy két mondatot beszéljek, és itt meg kell védjem a szigorúnak beállított intézményvezetőt, ugyanis az én kérésemre cselekedett szigorúan. Én az intézményvezetőt bíztam meg első körben, hogy az igényeket felülvizsgálja és elbírálja. Ebben annyi változtatást fogok a jövőben eszközölni, hogy ha valaki nem ért egyet az intézményvezető intézkedésével, akkor elektronikus úton megkeresheti az önkormányzatunkat, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság másodfokon is megvizsgálja a kérés indokoltságát. Ennek nincsenek jelenleg formai követelményei, arra kérem a szülőket, hogy alapos indokot szolgáltassanak arra, hogy ez a kérvény felülvizsgálatra kerüljön. Nyilván írják le, hogy miért elengedhetetlen az, hogy gyermeküket elhelyezzék és munkába menjenek. A családi bölcsöde március 17-én rendkívüli szünetet rendelt el, ott optimisten álltunk a kérdéshez, hiszen egyelőre egy hetet határoztunk meg, ezennel a szünetet határozatlan időre ott is meghosszabbítjuk. Az iskola vonatkozásában nekem túl sok tisztségem nincsen, viszont kötelességemnek érzem tájékoztatni a jelenlevőket. Köszönöm szépen Kárpátiné Frank Éva igazgatóasszonynak a kezdetektől történő szoros együttműködés. Kiváló információáramlás van kettőnk között, gyakorlatilag minden lépésről tájékoztattuk egymást. Nagy örömmel hallom, hogy egyébként a digitális oktatás meglepően jól vizsgázik az elvártakhoz képest, és személyes tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban, és nagyon örülök és büszke vagyok a pedagógusainkra, hogy lehető legjobb tudásuk szerint megoldják ezt a nem egyszerű helyzetet. Az önkormányzatnak mindössze középkeztetés vonatkozásában van feladata, jelenleg 72 fő kért ebédet az iskolából. Hangsúlyozni szeretném, mindenkinek tudjuk biztosítani, igényelni kell, igényelni lehet, és az étkezést biztosítjuk. Tekintettel, hogy a családokban otthon vannak a gyermekek, ezt 72 fő vette mindösszesen igénybe. Ha ez nő, ez a szám, természetesen a teljes kapacitásig tudjuk biztosítani a dolgokat. Ennek annyi változás történt, hogy ugye egy sterilebb eljárás keretében adjuk ki az ételeket, tehát egy vákumfóliázó technológiával, ami egyébként a középkeztetésben ugye nem volt eddig gyakorlat, hiszen helyben elfogyasztották, feltálaltuk, most előre csomagolt módon lehet elvinni, éthordóban nem adnak ki ételt a semmilyen módon. Polgármesteri hivatalra szeretnék áttérni egy rövid mondatban, ugye minden intézkedésünk megtalálható a város Facebook oldalán, és ezt is az első között tettük közzé, tehát egyelőre csökkentett időtartamban látjuk el az ügyfelek kiszolgálását. Ez olyan mértékben visszaesett, és hogyha a járványügyi helyzet fokozódik, nem tartom kizártnak a teljes zár bevezetését is. Esküvőkön csak szűk családi kör vehet részt. Ezt eddig 50 főben maximalizáltuk, az új intézkedés szerint maximum 25 fő jöhet be ebbe a terembe. Így tudjuk a kormányrendeletben is elvárt minimális távolságot, biztonsági távolságot betartani. Tehát ez egy jelentős változás ebben a tekintetben. Hozzáteszem, hogy itt is látom a józan mérlegelését a házasodandóknak, több esküvőt is lemondtak és későbbi időpontra halasztottak. Én köszönöm nekik ezt a belátást, és hát nyilvánvalóan ennek sok esetben anyagi vonzata is van.
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat részéről jelentem, hogy az ügyfélfogadás hétfőn 8 és 12 óra között történik. Családlátogatásokat csak nagyon indokolt esetben súlyos veszélyeztetéssel kapcsolatosan hajtunk végre. Intézményvezető asszony, képviselő asszony úgy látom, hogy egyedül is bírja a terhelést, rengeteg munkája van, kérem, hogy valóban csak indokolt esetben hívják ezt a családsegítő szolgálatnak az ügyintézését. A védőnői szolgálat kapcsán is kértem tájékoztatást a munkatársaimtól. Védőnői ellátás alapvetően távkonzultáció keretében zajlik. Telefonon vagy elektronikus csatornákon történő státuszfelvétel van. Tanácsadás is ilyen módon zajlik. A védőnői munkavégzés csak rendkívül esetben is előre egyeztetett időpontban lehetséges a tanácsadóban. Én is kisgyermekes családapa vagyok, úgyhogy tudom, hogy mit jelent ez a szülők részére, de köszönöm szépen a védőnőknek is ezt a rugalmasságát. Higgyék el, hogy mindenki mindent megtesz, de a legnagyobb biztonságban akkor vannak gyermekeink, hogyha otthon maradunk, és indokolt esetben pedig azért ott vannak a védőnők, doktornő, lehet őket telefonon keresni, és meg fogják mondani a megfelelő intézkedést. Városi könyvtár kapcsán nagyon röviden tudom önöket tájékoztatni, a látogatók előtt zárva tartjuk a könyvtárat. Egyelőre ugye ez is a veszélyhelyzet kihirdetési, illetve a kormányrendeletek ilyen vonatkozó utasításáig biztosan fenn fog maradni. Az orvosi ügyelet kapcsán szeretnék házi orvosi és orvosi ügyelet kapcsán szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Tehát ennek kapcsán is közzétettük az új protokollt. Nyilvánvaló mindenki számára, de én ki is mondom, hogy ez az a terület, ahol a leghamarabb állhat be a jövőben változás. Nagyon szépen köszönöm a betegeknek, hogy komolyan veszik az utasításokat. Gyakorlatilag az összes orvossal konzultáltam, és majdnem az összessel, és egy behangzó véleményen vannak. Visszaestek a beteg számok, betartják a távkonzultációs lehetőségeket, és tényleg azt erősítik meg az orvosaink is, hogy úgy néz ki, hogy csak a legszükségesebb esetekben fordulnak orvoshoz a betegek, páciensek. Végigérve az intézményeken nem véletlenül, hanem tudatosan hagytam a legvégére a gondozási központot. Őróluk egy későbbi fejezetben szeretnék egy pár mondatot. Engedjék meg, hogy elmondjam még a tényszámok keretében, hogy három darab hatósági járványügyi megfigyelés alatt lévő személy háztartás van jelenleg Polgárdin. Ugye direkt nem használtam a karantén szót, ugyanis a karantént az emberek szerették összemosni, karantén, tehát ennek van egy önkéntes és egy hatósági része. A hatósági karantén az azért hatósági, mert ott nem lehet elhagyni a kijelölt tartózkodási helyet. Az önkéntes karantén meg nyilvánvalóan olyan helyzetben áll elő, hol az orvossal konzultálva, vagy az ember, beteg, páciens saját maga dönt úgy, hogy a környezete és a saját biztonsága érdekében távol tartja magát másoktól. Én az önkéntes karanténokról nem vezetünk, nem vagyunk kötelesek vezetni feljegyzést, nincs is jelentési kötelezettsége annak, aki önkéntes karanténban van, hiszen egy kis túlzással minden otthon maradó és biztonságosan élő család önkéntes karanténba vonul. Tehát ennek ilyen módon nincs jól meghatározható fogalmi kerete. A hatósági karanténosok pedig azok, akik olyan országból vagy a jogszabályban meghatározott olyan helyzetbe kerültek, amely által a kormányhivatal megfelelő szakigazgatási szerve elrendelte az ő karanténjukat, őket a rendőrség nyilván tartja. Ha például egy olyan veszélyeztetett országból érkezik valaki az országhatárhoz és magyar állampolgár, akkor ugye ez bekerül a rendőrségnek a nyilvántartásába, az orvossal megtörténik a konzultáció és a hatósági karantén, ugye amint hazaérkezik, ugye megkezdődik.
a rendőrség vonatkozásában szeretném tolmácsolni a polgári rendőrös vonatkozásában, hogy köszönjük szépen a lakosok fegyelmezett magatartását, ugyanis nem volt, nyilván nehéz volt ezt az elején megérteni, ilyen különleges helyzetben vagyunk, de mindenki betartja ezeket az előírásokat, nem volt szükség intézkedésre. A polgári rendőrös területén összesen 14 ilyen hatósági karantén van, ebből 3 van polgári. A izolált megbetegedésről nem tudunk polgáriban, tehát koronavírusos eset polgáriban nincs arról, amiről a hatóságok tudnának. A betegség jellegéből kifolyólag ezt azért teljes mértékben kizárni nem lehet. Az esetszámok ugrásszerű növekedésére mostanság számítunk, tehát ez ne nyugtasson meg senkit, ez egy jó hír, de az éberségünket egy percig se engedjük lankadni, hiszen ez a helyzet percről percre változhat. Az önkormányzat további intézkedéseket vezetett be, amelyről egy mondatot szeretnénk mondani. Nyilván lezártuk a játszótereket, a kondiparkot, és legutóbb sajnos be kellett zárnunk a focipályáinkat is, mind a rekordtán, mind a műfüves focipályát, illetve a sporttelepünk pályáját is zár alá helyeztük, tehát nem lehet használni ezeket a közösségi sportlétesítményeket. A tornacsarnoknak az egyéb vonatkozásában, hogy az iskola fenntartásában, ezt mondanom se kell, hogy természetesen zárva vannak. Különleges helyzetben vagyunk, hiszen az operatív törzs, illetve maga az alkotmány és az ebből fakadó jogszabályok rendeltek, az önkormányzatokra bízzák az idősek gondozását, ellátását. Ez a hétköznapokban is így van természetesen, de különleges helyzetekben most még nagyobb felelősség hárul ránk, illetve arra kérjük az időseinket, hogy maradjanak otthon, nem tehetjük meg ezt úgy, hogy nem gondoskodunk róluk. Ezért a napokban bevezetett intézkedések keretében Polgári Város Önkormányzata 5 alapszolgáltatásban segíti az idősek otthon maradását. Egyrészt napi szinten képesek vagyunk szállítani kétfogásos meleg ebédet hétfőtől péntekig. 3-szor egy héten, hétfőn, szerdán és pénteken kenyér és tej, friss kenyér és friss tej beszerzésére vállalkoztunk. Ezt is igénybe lehet venni. Hetente egyszer alapélelmiszerek beszerzésére tettünk ígéretet az igénybe vevők számára, ezt egy előre meghatározott lista alapján kell ugye megjelölni, hogy mire van szüksége. Havonta egyszer pedig, szükség esetben ettől egyébként hajlandóak vagyunk eltérni, tehát ez ne riassza meg azokat, akik például vénköteles gyógyszerek kiváltását vagy vén nélkül gyógyszerek vásárlását kérik tőlünk. A leterheltség okán kérjük, hogy próbálják ezt tömbösíteni, de sürgős eset mindent felülír, úgyhogy bátran hívják az önkormányzat telefonszámát, illetve a havi csekkbefizetést is egy személy részére havonta egy alkalommal tudjuk biztosítani. A 0630 609 77 87-es telefonszámon érhetik el a munkatársunkat, és minden ilyen igényre válaszolni fog, tájékoztatást ad, és legjobb tudásunk szerint szeretnénk is ellátni a hozzánk beérkező igényeket, kiszolgálni azokat. 75 év feletti lakosság ellátásában közel 800 ember volt a látóterünkben a hatósági szűrések kapcsán. Ennek egy része jelenleg intézményben, idős otthonban ellátott körülmények között van, így 600 fő az, akiről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Őket levélben értesítettük, és leírtuk pontosan, hogy milyen segítségeket kaphatnak. Itt én is puskának használtam, de ez az a kis tájékoztató egy kísérőlevél keretében, amit mindenki, bízom benne, hogy mindenki megkapott. Ha valaki nem kapott ilyet, akkor kérem szintén jelentkezzen nálunk, érjen el minket elektronikus úton, a korábban elmondott telefonszámon is lehet jelentkezni. Illetve még teszek egy olyan kijelentést, hogy nyilván az idősekre koncentrálunk, de mind a jogszabály, mind a rendeletek a
krónikus betegek és a vírus szempontjából veszélyeztetett személyek kapcsán is megjelöli az ellátási kötelezettségünket. Nyilvánvalóan nem vagyok orvos, a kollégáim sem orvosok. A krónikus betegségeknek elég széles skáláját lehetne felsorolni, aminek csak egy kis része kapcsolódik ahhozokhoz a légúti krónikus megbetegedésekhez, amelyek kapcsán a veszélyeztetett korcsoporton kívül olyan betegségekről tudunk, amelyekre mondjuk a vírus jobban kifejti a hatását. Tehát azt kérem, hogy ha esetleg olyan betegember is kéri a segítségünket, aki nem 70 éves, de nem tudja megoldani az ellátását és fél közösségbe menni. Ha is amennyiben ez indokolt, akkor ebben a helyzetben is természetesen számíthat a segítségünkre. Jelenleg 100 fő kért melegétkeztetést, mindösszesen 1 fő kért tej- és kenyérbeszerzést, 2 fő kért gyógyszerkiváltást, 1 fő kért csekkbefizetést. Hangsúlyoznám, hogy azért ez egy 2 napja bevezetett intézkedés, az esetszámok napról napra nőnek, a tájékoztató kezdete előtt kolléganőmnek is csörögött a telefonja, úgyhogy azt az igényt már bele sem tudtuk emelni ebbe a tájékoztatóba. Úgyhogy azt gondolom, hogy a járvány elhúzódásával, a veszélyhelyzet kitolódásával ezek az igények folyamatosan fognak nőni. Szeretném elmondani azt is, hogy ezzel kapcsolatban ugye milyen intézkedést tettünk. Egy kis háttérlogisztikáról hadd számoljak be. A Bocskai utcai önkormányzati épület lett kijelölve egyfajta logisztikai központnak. Ennek az igénybevételét még azért nem kezdtük meg, mert az esetszámok ezt nem indokolják, de a védekezési idős ellátásnak ez lesz az egyik központja, és az esetszámok növekedésével ott fogjuk kialakítani azt a bázist, ahonnan a logisztikai műveleteket végre tudjuk hajtani. Jelenleg bőven van kapacitásunk, tehát könnyedén el tudjuk látni a feladatokat. Nyilván ez az esetszámok növekedésével napról napra egyre nehezebb lesz, úgyhogy számítok kollégáim kitartására ebben a helyzetben is. A védekezésben hoztunk egy olyan döntést, és próbáltunk ugye mindent logikusan és átgondoltan megtenni, és nem véletlen hagytam ki az inót a korábbi tájékoztatásból, tehát azt a logikát követtük, hogy ami jól működik, azt neveljük szét. Az idős ellátásban dolgozó kollégák kiváló munkát végeznek, jelenleg is több mint 20 embert gondoznak, és az ételkiszállításokat, amelyeket ők intéznek, azt nyilván a 70 évesek és a rászorultak vonatkozásában nem vettük el tőlük, és nem csoportosítottuk át őket a mi rendszerünk, az újonnan felállított rendszerünkbe, hanem megkértük, hogy terjesszék ki a szolgáltatásokat a saját maguk által ellátott körre. Tehát ugyanúgy a gondozottak kérhetik, és halkan megjegyzem, eddig is elláttuk ezeket a feladatokat. Lehet, hogy csekket nem minden esetben fizettünk be, lehet, hogy nem vittünk 2 naponta tejet, kenyeret, de most lehetőség van az idős gondozás vonatkozásában ezeket a szolgáltatásokat kérni, és a gondozotti kör gyakorlatilag egy bővebb szolgáltatáscsomagot vehet most igénybe, és én meg próbálom mentesíteni az azon a területen dolgozó megfelelő létszámot attól, hogy az új igényeket rájuk terheljük, ide új munkatársak bevonásával oldjuk meg a probléma kezelését. A védekezés jelenlegi helyzetéről még annyit hadd mondjak el, hogy a költségvetésben, ugye ez többször elhangzott, hogy 6 millió 780 ezer forintot különítettünk el. Ez egy szabadságmegváltási átcsoportosítás valójában. Jól látható számomra, hogy ez az összeg ez nem lesz elegendő a védekezés végéig, viszont jelenleg nem állunk annyira rosszul. Körülbelül a felét használtuk fel az összegnek, és amit ugye beszereztünk eddig, 70 üveg vagy doboz Domestos, több mint 100 liter hipó, ultra fertőtlenítő mosogatószer, rengeteg nedves felülettisztító törlőkendő, több mint 100 darab kézfertőtlenítő spray és gél változatban, 1500 pár gumikesztyű,
két darab kézfertőtlenítőgép, utántöltővel ezek az automata fertőtlenítők itt az önkormányzatnál és az orvosi rendelőben működnek. 30 darab védőruhát és 50 darab védőszemüveget vásároltunk eddig. Ugye egyetlen egy dolog maradt ki a felsorolásból, ez pedig a maszk. Mint látják itt előttem a mai beszerzésnek az eredményét szeretném önökkel megosztani. Összesen 3300 darab védőmaszkot vásároltunk. Milliós tételről beszélünk itt a védőmaszkok tekintetében. És így megérkezve a védőmaszkokhoz engedjék meg, hogy elmondjam a véleményemet, és egy kicsit erről beszéljünk, és nagyjából egyébként ez lesz az utolsó nagyobb témakör, amelyet szeretnék önökkel és a közvéleménnyel megosztani. Mi a maszk használatára általános olyan utasítás nincsen a kormányrendeleti vagy egyéb szinten, mint ami eddig is létezett, tehát a munkakörökhöz köthető, kötelező védőszerelés részeként ezt eddig is, és ezután is biztosítani fogjuk. A kollégák, a tévénézők nem látják, de a teremben tartózkodókon mindenkin gumikesztyű és orvosi, minősített orvosi szájmaszk van. Mi a saját protokollunk szerint csak így tárgyalunk egymással, és így tartózkodunk egy légtérben. Ennek ellenére a WHO, a tisztifőorvos és különböző ajánlásokat oszt meg, amelyet egyelőre az egyének maguk értékelhetnek, vagy vehetnek figyelembe ki a saját elvárása szerint. Szeretnék reagálni a maszk gyártásra. Nagyon sok megkeresést kaptunk, és nagyon sok felajánlást kaptunk. Tényleg azért mondom nagyon sok, mert 3-4-5-6-7 helyről legalább kaptam telefont. Volt, aki szó nélkül maszkokat küldött be ide az önkormányzathoz. Nagyon szépen köszönjük, lehet, hogy még szükségünk lesz rá. De meg kell, hogy értsék ezek a felajánlók, hogy a munkatársaimat és a jogszabályban leírt kötelezettségemnek elegettéve bevizsgálatlan, minősítés nélküli maszkokat nem biztosíthatok a dolgozóinknak munkavégzésre. Tehát a jogszabály konkrétan előírja, hogy milyen maszkot kell adnunk. Amíg ezt biztosítani tudjuk, addig ezt biztosítani fogjuk. Ha készleteink kifogynak, ez most nem erre enged utalni, akkor lehet, hogy kényszerülünk ilyen segítséget igénybe venni. Azt kérem, hogy ne értsék ezt félre, nem arról van szó, hogy mi ezt nem szeretnénk elfogadni, vagy nem becsüljük sokra azt, hogy önök közösségért tesznek, és sokan saját pénzükből áldozatos munkával próbálnak segíteni másokon. Arra bíztatom és buzdítom önöket, hogy tegyék ezt meg, gyártsanak maszkokat a családtagjaiknak, barátaiknak, akik ezt igénylik, lássák el őket, ezzel is tehermentesítik a városi védekezést. De egy dolgot azért vegyünk figyelembe. Ugye a minősítésnek az a lényegi értelme, hogy a maszkokat ellenőrzött körülmények között gyártják. A különböző anyagokból, különböző szűrőtechnológiák, egyedi ötletek alapján készülő maszkoknak a biztonsága rettentően bizonytalan eredetű. Igazából a védekezésre szolgáló orvosi maszkokat is rengeteg, azt gondolom jogosan rengeteg kritika éri a nemzetközi és a hazai sajtóban egyaránt. Nem azért, mert nem hatékonyabb, hanem azért, mert félrevezetnek bennünket. Senki ne várjon csodát egy maszktól. Tehát én egész nap maszkot hordok, de most, ha megpiszkálnám az orromat vagy a számat, azonnal lehet, hogy megfertőződnék, holott most már egy hete próbálok csak maszkban közlekedni és tárgyalni. A vírus az nem olyan, mint az ember, a vírusnak nem lankad a figyelme, a vírus az állandóan készenlétben van, állandóan fertőz, úgyhogy nekünk is ezt az állandó készenlétet kell fenntartani. Jogos a kérdés, mit csinál az önkormányzat 3300 darab szájmaszkkal? Jelenleg ott tartunk, hogy a polgárdin körülbelül 2240 háztartásról tudunk, és jelenleg ott tartunk a készletek tekintetében, hogy ez már majdnem minden háztartásban tudunk egy-két darabot biztosítani. Ugye van, ahol többen élnek, van, ahol egyedül élnek, ennek azért van egy bonyolult logisztikai része.
a szájmaszkok kiosztását én valamilyen fajta igényléshez fogom kötni vagy kérni, hogy a lakosok jelezzék az igényüket, ugyanis azt szeretnénk, hogyha minden polgárdi biztonságban lenne. Tehát a polgárdin szájmaszkkal nem rendelkezőknek fogunk tudni a jelenlegi tudásunk szerint maszkot biztosítani. Arra kérek mindenkit, hogy akinek már vannak készletei, aki megvarta magának, aki biztosította a saját készletét, az majd ne igényeljen, hogy jusson azoknak, akiknek ez nem sikerült, akik nem tudják ezt maguknak biztosítani, akár anyagi, akár beszerzési nehézségek okán. Ennek a részleteit ki fogjuk dolgozni, ugye ez ma reggel érkezett a sajtótájékoztató előtt fél órával, de mindenkit megnyugtatok, van elég orvosi maszkunk, úgy néz ki, hogy van utánpótlás is, és van rá anyagi forrás is bőven, hiszen az előbb mondtam, hogy az eredetileg elrendelt keretnek még a felét sem használtuk fel, és további keretek is rendelkezésre állnak a védekezés vonatkozásában, hogy nyugodjon meg mindenki, de ne várjanak csodát a maszktól. Egy ilyen maszk, nem tudom, hogy szabad-e százalékos becslésekbe bocsátkozni, 60-70%-ban szűri meg a kórokozókat a levegőből. Az orvosi masznak pont az a legnagyobb hátránya, hogy oldalt felül nem teljesen zárt, és ezért ott ugyanúgy bejutnak a vírusok, baktériumok. Nagyon nagy előnye, én a maszk használat pártján vagyok, ezt is azért tudniuk kell, tehát a közösségben, szűk térben társalognak még a kellő védőtávolság betartása mellett is a cseppfertőzéssel terjedő betegségek ellen hatékony védelmet jelenthet rövid távon, és a körülmények figyelembevételével is kellő óvatossággal használva. Ne gondolj azt, hogy valaki maszk van, akkor ő már nem beteg. Pont hogy fordítva. Ennek a betegségnek az a lényeg, és a tisztifőorvos asszony is ezt hangsúlyozza, hogy akik tünetmentesek, nem betegek, ne hordjanak maszkot. Viszont ugye a vírusnak a legaljasabb tulajdonsága, hogy nagyon sokáig tünetmentesen lappang, ezért azt gondolom, hogy ha mindenki maszkot hord, akkor jelentős mértékben tudjuk csökkenteni, korlátozni a vírus terjedését, de az egyetlen biztonságos megoldás, ha otthon maradnak. Semmi másra nem kell koncentrálni, próbálják minimalizálni a külterületi tartózkodásukat. Nagyon szűk családi körben az idősekre kifejezetten figyelve. Még egy dolgot szeretnék megosztani önökkel itt a legvégén, ugye a szociális támogatások kapcsán érkeztek hozzánk kérdések. Ugye van egy rendeletünk, ez az első intézkedéseink közé tartozott, hogy eltöröltem a különböző megalapozó dokumentumoknak a szükségességét bizonyos vonatkozásban, és megemeltem az összeghatárt. Tehát rugalmasabbak vagyunk szociális támogatások kiadásának terén. A Polgári Város Képviselőtestülete a költségvetésben, nem tudom pontosan melyik lapom hátuldalára írtam fel, mert ezt idefele tájékoztattak, 14.600.000 forintot biztosított az idei évre szociális támogatások igénybevételének keretösszegnek. Ez a keret is felülről nyitott, tehát hajlandóak vagyunk tovább emelni, amennyiben szükséges. Joggal merült fel a kérdés, és ezt sokan feltették nekem is, hogy miért van az, hogy a polgármester által is aktívan szervezett és működő Szeretem Polgárit Egyesület élelmiszergyűjtésben, adományok gyűjtésébe kezdett, hogyha azt mondja a polgármester, hogy van pénz. Nem nagyon esnek jól ezek a kérdések, de tisztában vagyok vele, hogy én nekem ezekre válaszolnom kell. Nagyon bízom benne, hogy kifejezetten az én irántam táplált ellenszenv szűri ezeket a kérdéseket, és nem a rászorulóktól sajnáljuk a támogatásokat. Meg kell érteniük, hogy 10 éves önkormányzati vezetési tapasztalattal a hátam mögött tudom, hogy mi a dolgom, és azt is tudom, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Számtalan alkalommal szintén jelenlevő kollégák társaságában 1 forint, 10 forint okán nem tudtunk támogatni családokat. Azért, mert van egy rendelet, vagy van egy jogszabály, hogy az egyfőre jutó támogatás mondjuk nem hathatja meg a, mondjuk mondok egy egyszerű összeget, 50.000 forintot. Nem ez van a rendeletben, de most az egyszerűség kedvéért. Ha az egyfőre jutó kiszámolt keresett összege 50.010 forint, az ügyintéző, az önkormányzat keze meg van kötve.
és számtalan egyéb szempont van, amit szeretnénk figyelembe venni, de ha a jogszabály erről nem rendelkezik, nem tudunk segíteni. Vérzik a szívünk, látjuk, hogy baj van, és nem tudjuk a jogi keretek, korlátok okán a segítségünket adni a rászoruló személyeknek. Ez hétköznapokban is így van, elképzelhetik, hogy mi történik most ebben a különleges helyzetben. Rengeteg rászorulóra számítok, sajnos a nagy foglalkoztatók, gyárak, ahol leállások megkezdődtek, sok munkanélkül lesz, bízom benne, hogy csak ideiglenesen történnek ezek a dolgok, de képzeljük magukat azoknak a családfenntartóknak a helyébe, több gyermekes családok helyébe, akik nem tudnak ételt tenni a gyermekeik asztalára, akik viszont egész nap otthon vannak, akik nem tudnak most óvodai, iskolai szolgáltatást igénybe venni, a szülőknek egész nap gondoskodniuk kell a gyermekekről, ez jelentősen megnöveli a családok kiadásait. Tehát ha valaki most problémázik azon, hogy egy egyesület miért szeretne segíteni, akkor azt gondolom, hogy maradjon csak meg otthon magának, szépen csöndbe zárja magára az ajtót, és ha már legalább nem segít, akkor ne akadályozom másokat abban, hogy segíthessünk. Mi ezt a gyakorlatot fogjuk követni, eddig is így csináltuk, és a miniszterelnök úr szokta mondani, most kétszer annyira fogom csinálni, csak azért is, és a lehető legtöbb családon fogunk és szeretnénk segíteni. És ezt a témát ezennel le is zártam. Van-e valakinek esetleg kérdése, vagy van olyan terület, amelyről úgy gondoljátok, hogy szólnom kellene, nem tudom esetleg a sajtó részéről? Nem látok ilyet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a hosszú tájékoztatást végighallgatták. Röviden összefoglalva, szájmaszkokkal, védőfelszerelésekkel a város felszerelkezett. A szükséges intézkedéseket meghoztuk. Az intézményeink zárva vannak, és a mai új helyzet, hogy részleges kiárási korlátozást vezetett be a kormány, aminek a vonatkozásában még közé fogjuk tenni a szükséges tájékoztatókat. Arra kérek mindenkit, ha meg is kapja az önkormányzattól a maszkot, ne érezze magát felhatalmazva arra, hogy most aztán mehet bármerre, maradjunk otthon, mert a vírus nem alszik, hosszú védekezésre kell számolni, és az ember hamarabb adja fel, hamarabb gyengül el, mint ahogy mondtam, a vírus az sosem adja fel és sosem gyengül el, csak úgy tudjuk kivédeni, ha otthon maradunk, és ha figyelünk az idősekre, és segítjük őket abban, hogy ők is otthon tudjanak maradni. Nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattak, és mindenkinek erőt, kitartást kívánok a következő időszakra.